Annak ellenére, hogy egyre nehezebb időket élünk, sokan vannak városunkban, akik úgy gondolják, hogy adni jó. Mindenkinek megvan a maga útja, mely ki tudja merre, ki tudja meddig vezet. De adni, segíteni tényleg jó. Március 1-én egy főleg barátokból álló újvárosi társaság több százezer forint értékű élelmiszerrakománnyal indult el Dévára. Mert adni jó. Az elmúlt héten a készülődés, az indulás izgalmáról tudósítottunk, majd úti képeink következtek. Másnap, azaz szombaton egy rendhagyó disznóvágás következett. Igen, rendhagyó volt, hiszen a dévai vár tövében az újvárosról hozott eszközökkel, a dévai gyerekek segítségével készítettünk el ebédet 260 fő számára. Alig 300 kilométer, és minden más. Hogy kerültünk ide? Hát gyakorlatilag úgy kerültünk ide, hogy tavaly decemberben Böjt atya Debrecenbe, a Szent Anna gimnázium kápolnájába tartott egy előadást, és Szarvas Imre barátaikkal elmentünk megnézni ezt az előadást, és úgy szíven ütött az a dolog, hogy tehát elhatároztam, hogy gyűjteni fogok, és gyűjtés fogunk indítani Újvároson, ami egyből a polgármesterünk mellénk is állt. Ő lett a védnöke a gyűjtésnek, és egy közel 600 ezer forintot tudunk összeszedni egy hét alatt. Újvároson egy hét alatt, ez szinte hihetetlen. Igen, engem is meglepett, hogy ilyen a jó ügy mellett szerintem az emberek felsorakoznak. És az, hogy a polgármester úr is ezt indítványozta, tehát mellénk állt. Nem csak a erkölcsi oldalán nézve, hanem anyagi oldaláról is nézve, saját zsebből ő is adott 50 ezer forintot. Kik voltak azok, akik adakoztak, hiszen Újvároson maradjunk abba, sok a szegény ember. Igen, igen. Hosszú a lista. A teljesség nélkül tudok egy pár embert felsorolni, például Szendi Vasudvar, Szarvas Imréjék, Báhegyi János, aztán az alpolgármester úr, Koroknai Imre, aztán Kalmár Zoli. Tehát gyakorlatilag Varga, István vállalkozó, aztán... Tehát gyakorlatilag a vállalkozókat kerestem meg. De egyszerű emberek is adtak, olyanok, akik 10 kilóval vagy 20 kiló járultak hozzá, vagy rizssel, vagy liszttel. A Dobi virágüzlet hozzájárult az akcióhoz, tehát gyakorlatilag Iszák Laci barátom, tehát gyakorlatilag ez egy végtelen sor, és tehát közel 600 ezer forint jött össze, ez annyit jelent, ja és bocsánat, még el is felejtettem mondani, az Agrotim is adott 10 ezer forintot, és adott 15 mázsa érkezési burgonyát. Több mint 40 mázsa élelmiszert tudtunk kihozni a gyerekeknek, és két hízót vágtunk, ami 300 kiló volt a két hízónak az ár, és ezt teljesen földolgoztuk a gyerekeknek, amit most is lehet látni. Ez nagyon érdekes, hiszen egy fantasztikus környezetben vagyunk itt a dévai várnak a tövében, és balmazi városi ízek fognak itt az asztalra kerülni. Igen. Olyan gyerekeknek, akik még azt sem biztos, hogy egyből rá tudnának bökni arra, hogy hol van bajom az újváros. Igen, sőt, annyira nem így van, hogy még ezeket az ételeket sem ismerik,
ugyanis a toros káposztáról nem is hallottak még, és a másik dolog az, hogy a tepertő is például sütjük a tepert, ők azt mondja, nem szokták a bőrét megsütni. Tehát itt teljesen más minden, az ízesítés, a szokás, tehát teljesen más, mint Balmazővároson. Adni jó, ez a hétvége számomra ez egy hihetetlen tanulság. Igen, adni sokkal jobb, mint kapni, ezt én mondhatom, és még sokkal több adományt tudtunk volna kihozni, ugyanis Olcsik doktor úr, ő is beszállta az akcióba, és ha lett volna idő, akkor meghirdette volna a hívő embereknek a társaságát is, tehát a római katolikus és a református vallású embereket is, csak nem volt rá idő. Hogyan került az alapítvány dévára? 93-ban Csaba testvér azt gondolta, hogy gyermekekkel fog csinálni egy nyári tábort, és a nyári tábor alkalmával a gyerekeknek megfogalmazódott egy olyan igénye, hogy jó lenne, hogyha ez a tábor nem néhány hetes volna, hanem teljes éven áttartana. És miután az igény felmerült, Csaba testvér úgy döntött, hogy azért tenni is kéne valamit, és Déván a kolostor épületében elkezdte a tevékenységét. Hát elég nehéz körülmények között annak idején az én tudomásom szerint, hiszen nagyon-nagyon sok probléma volt, teljesen le volt rongyolódva a ház, el volt kopva, nagyon-nagyon szegényes és nagyon kezdetleges körülmények voltak. Aztán szép lassan, Jóisten segítségével, az ő hitével, akaratával látható, hogy milyen birodalmat sikerült neki építenie. Mikor kerültél ide? Hát 7 éves koromban. Hogy kerültél? Mi volt ott a történet? Mi volt az oka annak, hogy ide kerültél? Hát apukám így volt, aztán 5 voltunk testvérek, mindenkivel is kapott sorra, úgyhogy nem lehetett élni. Hát a családi háttér zűrös volt. És honnan kerültél ide? Én Arad megyéből. Hát az nem itt van a szomszédban. Hát nem. 4 órára innen. 5. Hogyan találkoztál az alapítványon? Egy nő által, aki aradi volt és ismerte Csaba testvért. Csaba testvért Aradon ismeri? Igen, ismeri. Honnan? Hát azért ő nem tudja magát klónozni, tehát fizikai valójában nincs ott mindenhol. Nem tudom. Nem tudom, honnan ismerte. És amikor ide kerültél, akkor itt mi volt más, mint otthon? Hát itt valójában megkaptam mindent, a gyerekkoromat, tehát abszolút mindent. És sokan is voltunk, én ezt szeretem, amikor itt többen vagyunk, és barátok, meg mindenféle. Otthon meg ez nem adatott meg. Itt közösségben éltek, igen. Egyfajta speciális családban. Mutasd be nekem azt a családot, ahol itt éltek. A családomat? Igen. Az itt. Hát 10 vagyunk. A nevelőm, neki van egy fia, kicsik, nagyok együtt, szép nagy lakásunk van, 2 fürdős, nagy konyha, tévé, számítógép, minden. Van jelen pillanatban Déván 230 gyerek lakik, illetve él. Erdély szerte további kb. 700 gyermek van, aki bent lakásban lakik, és kb. 800 gyermek az, aki napközi otthonos rendszerben délután, az iskola után egy-egy tál meleg ételt kap, illetve tanul, tanszereket kap, külön foglalkozásokon vehet részt az ottani napközis nevelő segítségével, és hát egyre nagyobb, nem csak az, hogy egyre nagyobb igény, hanem sajnos van rá igény, azt kell, hogy mondjam, hiszen az lenne a szép egyszer, hogyha úgymond ez az alapítvány szerintem megszűnhetne, mert akkor az azt jelenti, hogy nincsenek szegény gyermekek, és nem lesz rá igény arra, hogy a szegény gyermekeknek mentővet kell nyújtani. Én nagyjából ezt úgy képzelem el, mint amikor a tengerparton a partiőrség dolgozik, és milyen szép, amikor a partiőrség a 8-10 órás szolgálatából csak kint heverészik napszemekbe, és nézi szemléli a tájat, és nem kell akcióba lépnie, nincsen fuldokló a környéken. Egészen más az a világ, amiben itt mi bekerültünk. Egy teljesen más történelmi közeg, fantasztikus falak, fantasztikus hangulat, és szenzációsan kasz gyerekek. Igen, meglepett, hogy a magyar gyerekek otthon nem ilyen aktívak,
itt úgy kell elzavarni őket, annyira segíteni akarnak, és felnőtt ember módjára tudnak is segíteni. Tehát lehet látni, hogy rendre és fegyelemre vannak oktatva gyerekek. Mivel mások ők? Ugyanúgy nevetnek, ugyanolyan jó kedvük van, és ugyanolyan csintelenek. De valahogy mások? Mások, igen, mások. Ugyanis ezek a gyerekek végtelen rossz környezetből kerültek itt az intézetbe. Árvák, félárvák, tehát gyakorlatilag itt a nevelők és a Bőte testvér állt mellé a gyerekek mellé, és akkor a szeretetet adunk a gyerekeknek, mint legalább a szülők. Néha még talán többet is. Itt a dévai otthonban 260 gyerek, és szinte családias jelleget tudtak kialakítani köztük.